Sziasztok! Mai napon a Kis Dunán fogok horgászni, mégpedig a Tallósi Zsilip alvizén, konkrétan féderbottal. Utoljára körülbelül másfél éve horgáztam itt Békéshalra, azóta semmilyen aktuális információm nincs a vízről. Klasszikus, hosszú előkés módszerrel fogok horgászni. Ez nálam azt jelenti jelen pillanatban, hogy kizárólag konzervkukoricával és csontkukaccal fogok csalizni. Bár az etetési stratégiát azt próbálom úgy összeállítani, hogy az inkább a nagyobb testű halaknak kedvezzem. Melegedő és lehűlő időszakban megszállottja vagyok az édes keszek és kajáknak. Most is ezt kevertem, és egy jó adag édesítőszert is raktam hozzá. Ezt kifejezetten szárazra kevertem, és át is rostáltam. És ehhez a kajához még áztatott mikropelet fog kerülni. Ezt nem fogom külön a kajához adagolni minden dobásnál, mint ahogy a csontkukacot és a kukoricát. 3,9 méter hosszú, heavy karakterisztikájú féderbotot fogok használni. Jelen pillanatban egy 60 g-os kifejezetten nagy töltő kapacitású kosár van fönt, és ehhez egy kb. 1 méter hosszú előkén, 16-os átmérőjű előkén, a 10-es méretű Gamakacsu 1810B horog. Közben érkezett egy vízparti látogatóm. Megbökött hátulról, amikor hátra néztem, azt hittem beleugrok a vízbe, ijedtem be, de barátságos. Na, időközben eledett az eső. Hát, ha ez pár percen belül nem áll el, akkor én szerintem rávárok, mert nem készültem esőre, meg amúgy is utálok féderezni ernyő alól. Különben azt néztem, hogy egy kifejezetten melegfrontos idő lesz, de nagyon kevés csapadékkal, úgyhogy gondolom, hogy ez nem lesz túlságosan hosszú életű dolog. De azért talán még a horogról egy pár mondatot mondanék. Ez egy nagyon jó átmeneti horog, 10-es méretben, nagyon jól tartja a halat, tehát hogyha nem feszítsük túl fárasztás közben a végszereléket, akkor a horog nem fog kigörbülni, és ki sem fog akadni, ki sem fogja szakítani a lágyabb szájú halak száját. Persze, hogyha majd idővel lesznek esetleg jobb halak, akkor mindenféleképpen váltok egy, hát nem is feltétlen nagyobbra, de vastagabb húsú horogra. Az etetőanyaghoz körülbelül 10-15% mézes kalácsőrleményt rakok, így lényegesen szárazabbra lehet keverni, és ugyanúgy fog tapadni. Egyébként erre alkalmas a PV1 is. Ugye benne van a mikropelet, és a minden dobásnál kajába fog kerülni konzervkukorica, és mellé egy kis csontkukac, és ilyen kis töltetek fognak bemenni ezzel a kifejezetten nagy töltőtömegű alagút kosárral, és ez úgy fog kinézni, hogy leér a mederfenékre, a száraz kaja az gyorsan, viszonylag gyorsan kimosódik, és ott marad a mikropelet, a csonti, illetve a kukorica, illetve nyilván a csontit az gyorsan össze fogják kapkodni a keszekfélék, és ennek a csontinak elsősorban az a jelentősége egyébként, hogy a horgászat első felében minél több vegyes méretű halat odavonzon, amely igencsak figyelemfelkeltő a nagyobb testű halak számára, egy jó kis balénrablás. És idővel lehet, hogy el is fogom hagyni egyébként a csontit, és csak a konzervkukorica plusz a mikropelet fog bejutni a horgászhelyre. Ez ugye elsősorban akkor lesz, hogyha túl sok lesz a zavaró keszekféle, illetve ezt még ugye meg is tudom fejelni egy nagyobb méretű horoggal. Egyébként itt előttem már kellemes a sodrás, tehát nem túl gyors, tehát úgy néz ki, hogy nagyon stabilan megáll ez a 60 g, viszont ami ennél sokkal fontosabb, hogy kifejezetten sekély vizen van. Tehát egy ilyen nagy méretű alagútkosár esetében szó sem lehet róla, hogy alapozó etetést végzek, vagy hogy túlzottan gyakran dobálok. Megindítom a horgászatot egy ilyen 4-6 perces ütemű dobálással, és majd amikor már kialakult egy erősebb etetési bázis, és ez érződik is majd a halakon, akkor majd ugye ezen az ütemen tudunk esetleg mindkét irányba változtatni, illetve ez úgy szokott lenni, hogy egy idő után ezt az ütemet nyilván a halak diktálják, hogy mikor húzzák el a végszereléket. Egy újabb halacska. Na, majd ért elénk. Aha. És egy újabb szilóaurú keszeg. Hát ez ugye a negyedik.
Na menjél vissza szépen. Hát jelen pillanatban talán 5. vagy 6. dobás van bent, és egyenlőre szilvaorú keszegek vannak a pályán. Folyamatosan rezegtetik a spiccet, apró kapások vannak, de hát nyilván tehát ezek ilyen 20 centi körüli halak, ez a szerelés nem az ő méretükhöz van optimalizálva, azért fent akadnak, ha csonti a csali, illetve fogtam egyet kukoricára is. Nem tudunk más csinálni, csak várni. Valami testesebb halak érkezzenek az etetésre. Na, alig 3-4 óra horgászat után megakasztottam egy kifejezetten nagynak ígérkező halat. Ami viszont nem tetszik, az az, hogy nagyon igyekszik lefelé. És itt a part mellett van egy akadó, de talán sikerült visszatérítenem. Úgyhogy nézzük. Na már itt ilyen előttem. Nagyon sokáig ezek a kisebb halak voltak az etetésen. És utána egy kisebb csönd után meg is érkezett az első komolyabb hal. Na de vajon mi lesz ez? Egy gyönyörű márna. Hát ez nagyon komoly. Egy gyönyörű szép kis dunai márna. Nem mondom őszintén, hogy pontra számítottam. De hát, hadd ne mondjam, hogy ennek azért jobban örülök. És tényleg gyönyörű hal. Jaj, de komoly. Na, mész-e még? Azt a mindenit. Na és ugye ez a kis vékonyka, tízes horog szépen, stabilan megtartotta ezt a halat. Ne most vitézkedj. Nem semmi. Gyönyörű szép hal. Első komolyabb zsákmány mai napon. Ha más nem fogok, akkor is elégedett vagyok. Na, most pedig szabadon távozhatsz. Ismét jobb bacska hal a horgon. Talán nem lesz olyan nagy, mint az előző márna, de azért jól húz. Na, mi akadt ez úttal horogra? Ha! Egy gyönyörű szép kárász. Ops, és ez leakadt sajnos. A csali az egyenlőre továbbra is csonti. Próbálkoztam kukoricával is, de jelenleg úgy ítélem meg, hogy a csonti megfelelő. És így néz ki egy jelenlegi töltet, amely nem tartalmaz csontit, és körülbelül dupla annyi kukorica van benne, mint eddig. Na, hadd szóljon. Újabb halacska a horgon. Hát az előző kárász után gyanítom, hogy ez is kárász lehet. És nem. Na, ez a kis duna, gyerekek. Hát itt az minden hal más. Más faj. Az ahány hal, annyi faj. Mert ez egy gyönyörű bodorka most. Viszont a márna óta
két halam volt, az a kánász, ami leakadt, meg ez a bodorka, de ez mind a kettő elég szép hal. Úgyhogy elterjedt a hír, hogy komoly lakoma van a zsilipnél. Ismét egy helyesebb hal van Horgon. Szépen tartsa a mélységet itt előttünk. Oda néz. Hát ez egy gyönyörű szép szilvarú keszeg. Na gyere csak. Gyere. Jó. Hát igen jó hal. Na itt a kukoricás horgászat meghozta újabb áldozatát. Egy újabb szilvarú keszeg. Hát ez már harmadik vagy negyedik, amióta elhagytam a csontit, és csak a horogra került csonti a kosárba, nem. Az ütem az nagyon belassult, viszont az átlag súly az kicsit nagyobb. Megérkezett egy újabb gyönyörű hal, egy karikakeszeg, de még mindig nem ő az, akire vártam. Most már befejezem a horgászatot, összerakodok, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!